2015 óta zajlik egy folyamat, melynek keretében kiépült egy együttműködési és támogatási rendszer a civil szervezetek és a város között. Minden esztendőben a költségvetésben elkülönített keretösszeg biztosítja a működés pénzügyi hátterét. Ez idén 4 millió forintot jelent. Az összegre a különböző szervezetek pályázatokat nyújthatnak be. Ezzel próbáljuk segíteni az ő alapműködésükhez szükséges feltételeket, illetve az ő általuk szervezett rendezvényekhez szükséges pénzügyi forrásokat. Úgy tűnik, hogy jól működik, hiszen az elmúlt időszakban igen nagy számon vették igénybe ezt a támogatási lehetőséget, és komolyan is kezelik, és komolyan is veszik a támogatásnak a formáját, mert pontosan határidővel is számolnak minden esztendőben azzal a közpénzzel, amit gyakorlatilag számukra a képviselőtestület biztosít. Természetes módon ezt a támogatást a szervezetek ellentételezik, hiszen minden társadalmi rendezvény az ő hozzájárulásukkal valósul meg Bátaszéken. Ők aktívan be is kapcsolódnak egyrészt a városi rendezvényekbe, és a saját rendezvényeiken keresztül színesítik a város kulturális életét. Ennyi az elvárásunk csak, hogy ezt a munkát továbbiakban is ilyen lelkesedéssel és ilyen aktivitással folytassák, mind a bátaszékiek, mind az ide látogatók érdekében. Alapvetően ők jól tudják mozgatni a saját közösségüket, tehát ilyen szempontból fontos rajtuk keresztül megmozgatni a bátaszékváros lakosságát, hiszen ők se egyszerűen hálózzák be, azt lehet mondani, a bátaszéki közéletet, legyen az éppenséggel tánc, vagy legyen az hagyományápolás, vagy legyen az éppen sport, és így tudunk gyakorlatilag rajtuk keresztül tudunk jobban hozzájutni, illetve elérni azokat az embereket, akikkel tudunk mozgósítani, és akik keresztül egyrészt programokat tudunk szervezni, illetve hát ők maguk gyakorlatilag aktív részesei ezeknek a programoknak. A szervezetek képviselői egyetértenek abban, kellő támogatáshoz jutnak, és az is fontos, hogy jelen legyenek Bátaszék közéletében. A várostól szerencsére elég sok támogatásban részesülünk, kaptunk egy termet, ahol a gyerekekkel tudok próbálni, illetve minden versenyre megkapjuk a hivataltól a kis buszokat, elég viszonylag azt mondhatom, hogy olcsó áron. Mindenben támogatjuk ezzel szemben mi is ugye így a várost, a rendezvényeken megjelenünk, fellépünk, a várostakarításban is részt veszünk, illetve mindenféle megmozduláson, ahol lehet ott a gyerekekkel megjelenünk. A kettőnk kapcsolata a hivatal azt mondom, hogy viszonylag jól működik. Ami nekünk részünkre jó lenne, az egy olyan edzőterem, amit most is amilyenkének mondhatjuk azt, ahol jelenleg vagyunk, a Kossuth utcai óvodát, csak egy kicsit szeretnénk, hogyha esztétikusabban nézne ki. Én is próbálok, meg egyik-másik egyesületvezető mindig megjelenni a meghívásos rendezvényeken, illetve a kötelező ajánlott alkalmakkor, de nem minden vezetővel találkozom ezeken az eseményeken. Nekem azért fontos, és szeretem ezt a gyerekekkel is ugyanígy utána tudatni, hogy miről volt szó, miről beszélgettünk, hogy ők is teljesen képben legyenek, hogy a fiatalok is értsék, hogy mi is a városért vagyunk, de a város is értünk. Én azt gondolom, hogy kevés olyan település van az országban, ahol ennyire jelen van a civil szféra. Akár városi rendezvények, akár városi akciók, például várostakarítás, ami most elsősorban hogy eszembe jut, de mindenféle kulturális rendezvényeken ott vannak a civilek, és nem csak szép számban képviseltetik magukat, hanem hozzájárulnak ezeknek a rendezvényeknek a sikeres megvalósításához is. Beszűkültek egy kicsit a pályázati lehetőségek, ezért hát elsősorban azt gondolom, hogy anyagi támogatást, anyagi segítséget várunk, illetve ami nagyon jól működik még a városban, az, hogy a mi rendezvényeinkhez, tehát a civil szervezetek rendezvényeihez teret kapunk, és mindenféle nem anyagiakban mérhető segítséget. Tehát például a Művelődési Ház csapata az minden egyes kezdeményezésben segítőként lép föl, de ugyanezt elmondhatom az önkormányzat vagy a polgármesteri hivatal dolgozói részéről is, hogy a civil szervezetek rendezvényeihez ők megadnak, ami segítséget csak tudnak. Az igényes, kulturált életünkhöz, a szabadidő hasznos eltöltéséhez szerintem nélkülözhetetlenek a város civil szervezetei. Az idei esztendő rendezvényterve már elkészült. Ennek elemeiről és a nagy rendezvényeken szükséges segítségről is egyeztetett egymással
a civil szervezetek vezetői és a városvezetés.